Szóval LL Juniorral csináltam egy interjút. Csinálom a mémet. Hallgass meg a sztorit! Ennek az a háttere, hogy ő népszerű, én pedig újságíró vagyok, és hát micsoda? Rendeltek ki a pálinkákat interjú alatt, nyilván egy jó képet akart magáról kialakítani, én meg természetesen úgy asztottam, és miután elkészült az interjú, azt kérte, hogy menjünk le a garázsba. Beült a fehér Mercedesébe a kormány mögött, jasszosan így a könyökét kitette, és intett az, hogy az operatőr akkor veheti róla a vagány jelenteket. Én pedig akkor már olyan állapotban voltam, hogy gondoltam, egyet lehúztam bokáig a gatyámat, és mesztelenséggel ráugrottam az ő motorháztetőjére, amikor kipattant, egy kicsit átlényegült, és megfogta a ruhámat, rángatott engem, és azt mondta, hogy maradt. Ez egy 23 milliós autó, kac! Egyébként azóta lecserélte az autót, mert azt hiszem Bentley-e van már. De mi vitt erre rá? Mit komboztál? Igen, miért alakul ki egy ilyen reflex? Igen. Te meglátsz egy Mercit, és akkor rá kell ülni. Mert negyedik, ötödiknek rendben. Nem tudom, mindenki megmutatta, milyen van. Neki egy Mercie, nekem meg egy formás kis picsám. No! Szegény Junior, amúgy hova jutott, hogy régen ilyen szexi csajok a klippekben pózoltak, akkor ugye most egy kockán letolt formára. Ez a Netflix Mercie. Hát ez a külvárosi gettó.